Kedves nézőink, ahogy hétfőtől kezdve a híróránknak természetesen ezúttal is vendége van, Simon István, tisztelettel köszöntöm a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatóját. Ezt most megint bajba vagyok, mert bár magázódnunk kellene, de úgy is eltévesztenénk, hiszen nagyon régóta ismerjük István egymást. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, és köszöntöm én is a nézőket. Én biztos vagyok benne, hogy 5 perc múlva, ha még meg is egyezünk a magázásba, biztos, hogy átmentem a tegezőbe, mert nem hiszem, hogy ezt a... Hát nem mondjuk, de közel 4. századot azért el lehetne így nyomtalanul felejteni. Közben azon gondolkodtam, ami ennek a beszélgető műsornak a lényege is, hogy együtt nézzük végig, mi történt egy napon Pécset, hogy most már kezdem sejteni, hogy valaha miért volt a közös tévénézésnek valami varázsa, mert miközben itt néztünk, mindig valami megjegyzést tettünk, nem? Így van, hát annak idején erről sokat lehetne mesélni, nekünk már 62-ben volt televíziónk, és nekem az egész lépcsőház nálunk nézte a televíziót, előtte 61-ben, meg mi mentünk máshova, és ez bizony egy közösségi összejövetel volt, és nagyon jól éreztük magunkat, mindent természetesen megbeszéltünk, jobban tudtuk, kritizáltunk, nagyon jó hangulat alakult ki, és jó közösség. Akkor hadd osszam meg veled rögtön egy problémámat, nevezetesen itt van ez az allergia. Írtják a parlafüvet, erre már pénzbüntetést, aztán meg mindent kilátásba helyeztek, hogyha ez nem történik meg. Miért van az, hogyha átlépi az ember nyugat felé a... Várva ugye most már nincs ilyen nyugat. Mondjuk, hogy a schengeni határokat, akkor egyszerűen megszűnik az allergia. Itt pedig hát valahol olvastam egy adatot, hogy most már lassan 30%-hoz közeledik azoknak az arány, akik így vagy úgy valamilyen pollentől szenvednek. És igazad van, gondolom azért, mert ott rájöttek arra, hogy ez most már olyan, mint egy népbetegség, és valóban az, hát hála Isten még nem hasonlít a rákhoz, de terjedelmében emberek, közegek között iszonyatosan terjed. Meg kell mondanom, hogy én szombaton voltam a Tesco-ban, bocsánat, nem népszerűsíteni akarom egyik áruházat sem, de hát azon a részen én most láttam a híradóban örömmel, hogy írtják, de hát rengeteget láttam, és szép, meg nagyra termett, nagy növésűeket. És augusztusban ez mindig téma, és hiába van uborka szezon, parlagfű szezon mindig lesz, és mindig volt, és úgy látszik, hogy ez nem fog kimenni a divatból. Iszonyú. Környezetemben is vannak, akik ettől szenvednek, allergiás. Nem is régen most jutott eszembe, hogy néztem ezt, olvastam valamelyik újságban. Ha jól tudom, Dravecki Éva főorvosasszonynak jelent meg egy munkája. Nagyon érdekes akupunktúrával, akupresszúrával is lehet már gyógyítani, illetve hát elviselhetőbbé tenni ezt az allergiát. Nagyon érdekes az arc különböző pontjain nyomogatva, és ennek megpróbáltam én is akkor, amikor az újságot olvastam valóban. Hát én még nem szenvedek, bár olyankor néha nem tudom mi van, amikor elkezdek tüsszögni, és tudom, hogy 5-6-ot biztos, hogy fogok tüsszögni, lehet, hogy már én is az áldozatok között vagyok, de az biztos, hogy ahogy te mondtad, ahogy átlépünk hegyes halom felé, nem nagyon látni ezt. Rájöttek, hogy népbetegség, és ez a népbetegség, ezek csak a tünetek, de hát iszonyatosan szenvednek azok az emberek, akik ebben... Te mondd, hogy van ez a ti szakmátokban, nevezetesen a színészeknél? Gondolom, hogy őket hasonlóképpen mondjuk sújtja, meg aztán nem is kerül el mérteni. Bizony, mit tud csinálni egy színész? Az az érdekes, népszerű színészünk is, ebben szóval természetesen nem mondom a nevét, mert nincs rá... Azt hittem, hogy utána rögtön kimondom. Nem vagyok rá feljogosítva. Iszonyatos érzései lehetnek, és érdekes, hogy a színpadra belépve, én mindig attól félek, hogy belép és elkezd tüsszögni, a szeméből folyik a könnyezet, ugye a külső tünetek. A színpad, a lámpák, mint ahogy itt is, egy más világot hoznak elő, akár egy perc alatt is, ott minden megszűnik, ott a fogfájás megszűnik, és így az allergia is megszűnik, és ahogy kimegy, volt rá precedens, azonnal jöttek a tüsszögések, hát képzeld el, hogyha ez egy darab közepén, mondjuk lehet, hogy operetben még el is menne, de tragédia közepén, vagy monológban valaki elkezd tüsszögni. A színpadnak valami iszonyatos, gyönyörű vonzása és varázsa van, mint ahogy a kameráknak is, ahol az ember csak arra koncentrál, ami a dolga, és kilép a civil életbe, és belép abba a szerepbe, amit éppen játszik, és az a szereplő, az nem tüsszög, így hát így ösztönösen, ősen.
Pista, nagyon gyorsan szeretnék még veled három témát megbeszélni, nevezetesen, hogy a beszélgetésünk első része lassan lejár, persze majd még visszajövünk. Egy, hogy szoktad nézni a Pécs TV-t rendszeresen, remélem. Meg kell mondom, nem azért, mert most így fenyegetően rám nézel, de abszolút híve vagyok a Pécs TV-nek, nagyon sokszor nézem. Azt is megmondom, hogy általában olyan éjjel egy óra körül, mert hát azért napközben a mi szakmánk is olyan, hogy nem ér véget délután 4-kor, 5-kor, 6-kor, hanem inkább este 10-11-kor. Most nyáron többször délután is. Én meg kell mondanom, hogy nem azért jöttem, hogy dicsérjek, de nagyon szeretem a Pécs TV-t, és nagyon embernek, magamhoz is közelállónak tartom, mert arról van szó, ami a városban történik, és egyre jobban ez, mondjuk, ha már mondtad a nyugatot, bár tényleg nincs nyugat, mindenütt tendencia, hogy a városi tévék, azok elsősorban élvezik az ott lakók szeretetét és figyelmét, ugyanis mindenki szeretné tudni, hogy ott az ő milliójében, az ő közelségében mi történik aznap a városban, barátaival, ismerőseivel, ellenségeivel. Annyira jól esett, amit mondtál, úgyhogy a három kérdést ígértem, ezért már csak egyre van idő, mert elbeszélgettük. Mi a véleményed erről, hogy most végre, hála Isten, a különböző közterületek meg Pécs földrajzi területeit úgy akarják elnevezni, ahogy valaha hívták, és nem pedig valamiféle meggondolás, most nem is akarom kimondani, milyen meggondolások alapján. Ezt nagyon jónak tartom, amit itt elhangzott, ez épp a Kulturális Bizottság érintett is, hogy benne. Igen, július 3-i ülésén volt hosszas beszélgetés és vita. Kimondottan jónak tartom, hogyha a érintettek adnak javaslatot, de ez elsősorban kisebb utcákra, területekre vonatkozik, mert hát azért valaki a Rákóczi úton lakik, az nem biztos, hogy bemegy egy javaslattal, mert ilyen is van, ugye, hogy tiltakoztak bizonyos utcák elnevezése ellen, az nem hiszem, de egy kisebb közösségnek igenis legyen joga legalább javaslatot tenni, és aztán szakértők azt elbírálják, ahol ő él, az ő környezete, és főleg az, hogy nagyon tetszik, hogy visszajönnek a régi nevek, hogy a természet az abban a természeti millióban lévő, tehát mit tudom én, a szőlőhegyek, amik itt is elhangzottak. Tehát magyarul, hogy a tájjellegét, a történelmi múltját adják vissza ezek az utcák, és hát nem beszélve arról sem, hogy igenis nem árt, hogyha tudomásul veszük, hogy az ott lakók véleménye sem utolsó. Akkor most pihenjünk egy picit, nézzük meg a Mérleg című gazdasági hírműsorunkat, és utána majd beszélgetünk. Ja. A híróra vendége továbbra is Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, és hát természetesen megint volt hozzászólásunk és véleményünk, egy megjegyzést tettél, mint járt a legelén elhangzott hírrel kapcsolatban. Igen, itt a turista forgalomról volt szó, hogy növekedett, én ennek nagyon örülök természetesen, mindesetre én csak annyit mondtam, talán rossz már van, de igazul, hogy én ezt nem nagyon tapasztaltam a Balatonon, Bogláron voltam 2 hetet, igaz, hogy még a német invázió előtt, július 10 és 24 között. Meg kell mondanom, hogy ezért engem kicsit sértett, még a magyarságomat is szégyeltem picit, ez a rengeteg tolakodó Zimmerfrei tábla és az autók, autókon ezek a táblák, és azt is láttam, hogy leállítanak kocsikat erőszakosan. Ez nagyon-nagyon durva, és nem hiszem, hogy ez jó hírünket kelti a világban. Ha már a statisztikáknál tartunk, akkor engem viszont az lepett meg itt a lapszemlében olvasván, és ezt ismertetve magam is meglepődtem, azt mondja, hogy látványos ütemben növekszik az átlagkereset, az idén átlépi a bruttó 90 ezer forintos határt, barányában ez viszont mindössze 44.500, azaz a fele. Most én nem is feltétlenül erről kérdezek, hanem például a színházban mennyi az átlagkereset? Hát, amit kimondta, hogy 44 ezer ennek a fele, körülbelül ez a színházban az a bruttó kereset, mert vagyunk rá büszkék, meg kell mondanom, hogy egyre nehezebb ilyen szempontból a színházban élni és dolgozni, a bérek, fizetések. A színház anyagi ellátottságáról nincs panaszunk, de bizony a bérek tekintetében biztos, hogy lépni kell mielőbb, mert ez nagyon nem mehet tovább. Én nagyon nagy örömmel hallottam, éppen talán nálunk láttam a mi híradónkban, hogy annak kapcsán, hogy felállványozva a színház, komoly munkálatok vannak, hogy ezért a színház ezt önmaga ki tudja gazdálkodni. Ez nagy dolog. Meg kell mondani, hogy tudatos, mert minden évben csinálunk valamit a színházban, tavaly belső kisebb rekonstrukciók, festések voltak.
úgy gondoljuk, és ez nem hiszem, hogy nagy dolog ez a dolgunk, hogy ennek a színháznak még 100 év múlva is állni kellene, és úgy szeretnénk átadni, hogy annak idején átvettük 91-ben rekonstrukció után. Most a külső munkálatok azt jelentik, hogy a szobrok, az eső, az idő vasfoga kikezdte az épületet, és bizony sok helyen málik a vakolat, még egy picit omlásveszélyek is voltak. Ezeket elkerülendő, itt volt az ideje, és évad eleje óta spóroltunk. Én azt se titkolom, hogy ez 5,5 millió forintba kerül, viszont azt már hadd mondjam örömmel, hogy e hét pénteken, tehát holnap után lekerülnek az állványok, és egy biztonságos és újra szép színházzal várjuk az évad elején a közönséget. Ami mikor kezdődik? Hát tulajdonképpen a társulatülés nekünk, tehát az évad az augusztus 22-én, a nagy közönség számára pedig október 7-én, amikor is a cirkusz hercegnőt mutatjuk be. Beszélgessünk majd még erről talán valamivel részletesebben is. Most következzék a kulturális iradó. Azoknak a kedves nézőknek mondom, akik később kapcsolódtak műsorunkba, hogy a híróra mai vendége Simon István, a Pécsi Nemzeti Színház ügyvezető igazgatója, és az iminti kulturális iradóban elhangzottakat én, megmondom őszintén, nagy-nagy sajnálkozással hallgattam, hogy nem én vehettek rajta részt, vagy nem mi vehettünk részt. Elárulom azt is, hogy mi együtt jártunk főiskolára néhány évig. Van bennünk irigység, nem? Meg kell mondani, hogy egyáltalán nem beszéltünk össze, egyrészt bennem, másrészt is van irigység. Nagyon jó, és nagyon örülök, hogy elmondtak ezt, általam élő riportot hallgattam, de a szomorúság nem is irigység, az jutott eszembe, hogy ugye éppen voltam Szegeden megnézni egy előadást a Szabadtéri Színházban, a Szabadtéri Játékokon, hogy az én szomorúságom az, hogy Pécset, az Anna utcát, amit nagyon tisztelek és nagyon kiválóan csinálják, Vidákovics Tóniak, én dicsérhetem, mert másik színház, tehát ha úgy tetszik, ellenszínház, bár szerint szó nincsen, nagyon jó barátságban vagyunk és nagyon segítjük egymást, nagyon szépen és jól dolgoznak, jó előadásokat csinálnak, de hát ez júniusban véget ér. Nagyon szomorú, elszomorít a szabadtéri színpad látványa, hogy nincsen tetje, aminek olyan vonzereje volt Pécs kulturális és idegenforgalmi életében, amit hát vissza kellene hozni, és hát ezért is örülök, hogy vannak ilyen rendezvények, de azért a nyári színház is hiányzik Pécset, azt hiszem. István, most vissza kell térnünk a iminti beszélgetésünk, ahol abba hagytuk, szóval neked rövidesen itt van az új évad. Mondtad, hogy előbb kezdődik a társulatnak, aztán valamivel később, ugye október elején pedig már az első bemutató. Mivel lepi meg a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház az idén? A kínálatunk azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy milyen lesz a megvalósítás rajtunk, illetve a társulaton múlik. Október 7-én tehát a Cirkusz Hercegnő, aztán rá egy héttel a Kamara Színházban a Jonkerszi Árvák, ez egy Neil Simon új darab, azért új, mert Magyarországon még nem ment. Nagyon jó, újra láthatjuk Vári Évát a színpadon. Ebben a darabban? Ebben a darabban. Majd október 20-án lesz a Rigoletto című Verdi opera, Verdi évet ünnepelünk, ugye. De hát azért olyan, ezért is mentem Szegedre megnézni a West Side Story-t, mi is bemutatjuk a West Side Story-t. Akkor ennek van valami íve, hiszen a Jézus Krisztus... Igen, hát előtte volt La Mancha lovagja, Hegedűs a háztetőn, Kabaré, tehát a minden évben szeretnénk egy most már ezek klasszikus musicalek bemutatni, mert óriási igény van rá, és hát a társulat is örül ezeknek, és a társulatnak is kiváló feladatokat ad. De hát aztán lesz a Pillantás a hídről, Arthur Miller kitűnő drámája, Eddie Carbon szerepében Bubik Istvánt láthatja a pécsi közönség, Szikora János rendezi, ha már ezt mondom, akkor hadd mondjam azt, hogy a Neil Simon darabot Márton András, a West Side Story-t Barikó Tamás, a Rigolettót, na, ez az élő adás, Átka, jó barátnőm, és ezt szó jó értelme mondom, rendezi, eszembe fog jutni, majd beírok a televízióba, de lesz még egy jó pár darab, a fiataloknak, az ifjúságnak az Aranyember, Jókai regénye, ami a romantikát pótolja, amit én úgy látok, hogy az ifjúság hiányol, és lesz egy remek balett, a Dumasnak ugye a Traviata opera, ez most balettban, Herzog István koreográfiájával, és hát biztos, hogy kihagytam még természetesen, de én remélem, hogy mindenki megtalálja a számítását, és olyan évadot zárunk, mint amit az elmúlt évad volt, mert öröm volt a színházba bemenni minden este, majd hadd
csináljak ingyen propagandát, de mindig, majd mindig teltház volt. Nagyon jó évet zártunk, mind művészileg, mind anyagilag, és mind a közönség visszajelzését tekintve. Itt lenne tulajdonképpen a búcsú helye is lesz, és persze nagyon szépen köszönöm, hogy veled együtt töltettem ezt a hírórát, és nézhettük végig a város eseményeit. Utolsó kérdés, na ezt végképp nem beszéltük meg. Mikor láthatunk téged legközelebb színpadon? Mert ugye azért mindig ott van egy kis csavar, amikor Simon István valahogy valamilyen jelmezben megjelenik. Erre tényleg nem tudok válaszolni, még ha megbeszéltük volna, akkor se. Meg kell mondom, hogy ez egy remek kaland, és egy óriási feszültség is a színpadra menni. Ezt egyébként ezer éves színészek ugyanígy mondják, és tudom is, látom is. De ha lehetőség lesz rá, és olyan a feladat, ami mondjuk tényleg nem azért, hogy valaki eljátsza, hanem magamat ott exhibicionista módon mutogathatom, és élvezem is, akkor persze, de hát én sem egyetlen rendezőnek sem szeretnék ilyen nehézségeket okozni, hogy belajánkozzak. Minden esetre nem várkózom el tőle. Hadd mondjam meg, mert élőadás, hogy Galgóci Judit rendezi a Rigolettót, ezt nagyon szégyeltem, hogy nem jutott eszembe. Pótoltuk. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm.